A Tatabánya labdarúgó csapata az 1988-81-es NB1-es bajnokságban a Ferencváros mögött a második helyen végzett, így indulhatott el az UEFA kupában. A sorsolás után kiderült, az első fordulóban a Lakat Károly vezette Bányász ellenfele, az akkor hatszoros berggyőztes Real Madrid lesz 1981. szeptember 16-án. Ennek már 40 éve. A történelmi siker ünnepi találkozóján emlékplaketteket vehettek át az akkori csapat tagjai és segítői. Akkori csapatból 11-en itt voltak most is. Segítői között a pályaedző, a szertárosok, Rózsika, Teri néni, mindenki itt volt, aki akkor is segítette a csapatot. És a bányász szív, a bányászok iránti tisztelet hajtotta őket. Ebben mutattak példát a fiataloknak, és látjuk azt, hogy van 300 utánpótlás korú fiatal labdarúgónk, ismételten a Tatabányai Sportklub berkein belül, hiszen visszakerültek a Tatabányai Sportklubba. Így ők is kedvezményezettjeivé váltak annak a támogatásnak, amelyet a kormány biztosított, hogy évente 300 millió forintot fog rendelkezésre bocsájtani 5 éven keresztül, mint kiemelt vidéki sportegyesületnek. A bányász Weimper István és Csapó Károly góljával 2-1-re nyert a madridiak ellen 22 ezer néző előtt. Mindig visszatér ez az emlék, mindig visszajönnek, úgyhogy a legcsodálatosabb az, hogy egy győzelem volt a hazai pályán. Másik csodálatos dolog, hogy ennyi ember kijött ide értünk és nekünk szurkolni. Fantasztikus élmény volt Tatabányai pályán ennyi embert látni, ennyi embert, aki a velünk van és nekünk szurkol. Ezek az élmények ezek mindig visszatérnek, tehát amikor játékostársaimmal találkozunk és beszélgetünk, ez az emlék ez mindig felmerül, sőt akkor is, amikor ugye legutóbb játszottunk a Ferencváros öregfiúk ellen, ők is említették ezt, hogy hát ez egy nagyszerű dolog volt, és hát ez számunkra egy élmény volt. Mindig motiváció, nem csak nekünk, hanem a gyerekeknek is. Ugye én szinte napról napra ott vagyok a gyerekek között, és hát 6 évig voltam a Tatabányai Alapítvány elnöke is, és akkor én mindig azt mondtam, hogy nekem ugyan most már 3 unokám van, de még volt 250 fogadott is, akik itt dolgoztak. Nekem nagy örömöm, hogy azokkal a gyerekekkel, akikkel anno elindultunk, abból a 70-80%-a ma a felnőtt csapatnak a tagja, a játékosa. Ez egy edzőnek, egy vezetőnek, ez egy nagyszerű élmény. A Real Madrid elleni mérkőzés előtt egy 4 csapatos tornán vett részt Valladolidban Lakat Károly együttese, hogy szokják a spanyol futballt. Meg is lett az eredménye. Igaz, a világra szóló diadal nem ért továbbjutást, mivel a szeptember 30-án játszott visszavágón 1-0-ra nyertek a blankók, így az idegenben szerzett góllal a spanyol csapat menetelt tovább. Nem is tudom, hogy melyik végén kezdjen. Mert a helyzet az, hogy ugye akkor abban az időben ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy egy Real Madridot legyőzött egy kisebb egy csapat. Úgyhogy, de fölvettük velük a versenyt, és hát idehaza is ugye hát legyőztük 2-1-re őket, és hát ott kint kikaptunk ugyan 1-0-ra, de azért szerintem a játékvezetőknek sok mindent köszönhetünk ott kint, mert ahogy tudtak, csaltak, bírói segédlettel nyertek, de hát ugye abban az időben más világ volt, szóval egy Real Madridnak akkora híre volt, hogy azt a világon mindenhol, Távol-Kelettől, Észak-Amerikáig, meg Dél-Amerikáig, Real Madridnak nagyon nagy híre volt akkor. Az akkori bányász kiváló hálóőrét, Kis Imrét a Real Madrid elleni mérkőzés után a spanyol csapat vezetői le akarták igazolni, de a korabeli magyar átigazolási szabályok miatt erre nem volt lehetőség. 11-es védések egy kicsit a specialitásom volt, rengeteget gyakoroltam, nagyon sok munka volt ebbe, és hát sikerült. El kell találni az irányt, aztán meg ha irányt talál az ember, akkor meg kell fogni a labdát, vagy ki kell ütni. A sok gyakorlás mindenféleképpen megfogadandó, de azért azt, hogy határozottan eldönti az ember, bár a mai szabályok szerint egy kicsit nehezebb védeni. Én tudtam még egy picit előrefelé mozogni, ma már ezt a játékvezetők nagyon szigorúan veszik és visszarendelik.
Nekik biztos, hogy egy kicsit lekezelő dolog volt, de nekünk egy óriási lehetőség, és hát sikerre éhesek voltunk. Előtte lévő szezonban 8 meccsen egymás után nem kaptunk gólt. Azt gondolom, hogy mi is amennyire lehetett, fölkészülten vártuk őket. Én is nagyon készültem arra a mérkőzésre. Azt gondolom, sikerült is jó felspanolni magamat. Ott voltam a magyar válogatott küszöbének a szélén, és hát kiváló alkalom volt, hogy azt a mérkőzést itt a helyszínen nézte meg a magyar válogatott, hogy oda tudjak kerülni. Végül is fél év után ott voltam. A Tatabányai Sportklub labdarúgó szakosztálya duplán is ünnepelhetett aznap. Alapvetően két nagy eseményt ünneplünk a mai napon. Összehoztuk a két debütálást, illetve hát egy könyvdebütálását, illetve egy azt gondolom minden idők legnagyobb futball eredményét Tatabányán, hiszen a mai napon pontosan 40 éve volt a dicsőséges Real Madrid elleni győzelem, ugye itt a ma már Grosics Gyula stadionban. Illetve Gustafik Tibor írt egy könyvet, az jegyez egy könyvet, 110 éves a tatabányai labdarúgás, ennek a könyvnek lesz a mai nyilvános sajtó, nyilvános bemutatója, nyilván díszpéldányok kiosztása, és innentől kezdve elérhető a lakosság számára is ez a könyv. Azt gondolom, hogy felfelé ívelő pályán vagyunk. Két évvel ezelőtt, vagy három évvel ezelőtt a TFC-e jogutódjaként ugye beolvadt a Tatabányai Sportklubba a labdarúgás, akkor még megye egyesek voltunk, ugye abszolváltuk az MB3-at, és egy szerintem egy nagyon-nagyon jó szellemiségű, 80%-ban tatabányai nevelésű MB3-as csapatunk van, aki rögtön az első évben az ötödik helyen végzett, nagyon picin múlott a dobogó. Ez a csapat most idén még jobban erősödött, ugye Bekő Balázs vezetőedzővel még azt is elemezgettük itt a bajnokság ellen, talán a dobogó is elérhető. Mi nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk még feljebb lévő osztályba lépni. Nyilván azért ennek nagyon sok összetevője van. Az infrastruktúránk, az akaratunk, a játékosaink megvannak. Egy apróság hiányzik, a pénz, mert azért az MB2 az nem az MB3 ugye finanszírozás szempontjából. Az utánpótlás tekintetében is azt gondolom, hogy nagyon nagyot léptünk előre. Az MLS-nek van egy programja, mindezett akadémiai rendszer, van az országban 12 kiemelt akadémia és 27 tehetségközpont. És a Tatabányai Sportklub tavaly pályázott és elnyerte a tehetségközpont címet, ami egy hatalmas nagy dicsőség, mert több mint 100 egyesület pályázott erre a címre, hosszú-hosszú folyamattal szűrtek és auditáltak minket. Elindult az U7-től U14-ig Nagy Rihárd vezetésével, szakmai vezetésével ez a program, úgyhogy nagyon-nagyon reméljük, hogy az alulról jövő építkezésünkkel, szisztematikus építkezésünkkel tényleg, ha összeáll a finanszírozás háttér is, néhány évenből MB2-esek tudunk lenni.